házigazdaként és zsűrielnöként milyen benyomásokat sikerült szerezni a mai játékban? Ez volt az első alkalom, hogy részt vehettem egy zsűrinek a munkájában, és én nagyon pozitív benyomásokkal fogok innen elmenni, és remélem, hogy a résztvevő diákok is többlettel tudnak innen távozni. Engem nagyon meglepett az, hogy mennyire felkészültek voltak. Magasan a középiskolástól elvárható szint felett teljesítettek, és azt gondolom, hogy elég sikeres volt a mai rendezvény. Budapest Bank most már több mint 25 éve részt vesz az utánpótlás képzésben, illetve a saját bankunknak a dolgozói gyerekeit is képezzük, és nekik is tartunk rendezvényeket, úgyhogy ezt szeretnénk a jövőben is folytatni. Volt egy különösen érdekes feladat, amikor a fiatalok a kockázatokról beszéltek, és az öt csapat ötféle megközelítést. De elsősorban nekünk segít meglátni az ön befektetési ismereteit és tapasztalatát, kockázatviselési képességeit és kockázatvállalási hajlandóságát annak érdekében, hogy személyre szabottan tudjunk önnek ajánlatot tenni. A befektető most kitölti a MiFID tesztet a brókerek segítségével. Sanyi bácsi és Bence ellátogatott a bankba, hogy igénybe vegyék a Traktóriuszt, az új gépjárműhitelt és tájékozódjanak a kockázatairól. A fiúk nagyon rossz döntéseket hoztak az autóvásárláskor. Ezzel az életből vett példával szerettük volna szemléltetni, hogy magánszemélyként is milyen fontos, hogy tudatosak maradjunk és tájékozódjunk a lehetőségeinkről. Nagyon kreatívak voltak, de itt nem csak a tudásukról, hanem a felkészültségükről és az előadó képességükről is példát tudtak mutatni nekünk. Nagyon bízom benne, hogy itt a jövő közgazdászait láthattuk, és felkészült szakemberekre mindig szükségünk lesz.